Csütörtök hajnalban a szíriai török határ közelében amerikai katonák bekerítették az iszlám állam egyik vezetőjét, aki végül családtagjaival együtt felrobbantotta magát. A 46 éves Alkurenszi kulcsember volt a terrorszervezetben, annak felemelkedésén és működésén csak nem 20 éven át dolgozott. És bár a terrorszervezet különösen Szíriában és Irakban jelenleg is aktív, a 2015-ös migrációs válság utáni időszak terror hullámja Európában mérséklődni látszik. Kérdés, hogy csak ideiglenesen áthelyeződött-e a fókusz például a világjárványra, vagy a terroristák kivárnak, illetve a terrorista vezetők kiiktatásával valóban megroppantható-e a szervezet? Ezeket és a további kérdéseket Georg Spötlének teszi fel Stefán Zoltán. A biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Kurei Siabu Bakra al bagdadi halála után vette át az iszlám államnak a vezetését. 2019-ben nagyon hasonló körülmények között halt meg Bagdadi, és akkor a szakértők azt mondták, hogy szó sincs róla, hogy a terror szervezetnek vége lenne, hiszen iraki, szíriai vagy akár a világban lévő sejtjeit nem veszíti el, tehát globális jellegét sem. Most is erről van szó? Természetesen erről van szó. Ugye a területüket elveszítették, tehát Magyarországnál is nagyobb területet uraltak, körülbelül 10 millió ember élt ugye az uralmuk alatt, mikor fénykora volt az iszlámhállamnak, de ugye hála az amerikaiaknak, az oroszoknak, az irániaknak, a szír és az iraki hadseregnek, fölszámolták őket, az ideológia természetesen megmaradt. Ugyanúgy, hogy Idlib környékén maradt még egy ilyen nagyon erős sejt, a, aminek igazából a vezetője volt, meg ahol bujkált, ugye El Hashemit El aki a második kalifának nevezte magát, kicsit megosztó személyiség volt, hogy ő kinevezte magát Abu Bakr el bagdádi halála után kalifának, sokan nem értettek ezzel egyet, de egy nagyon keménykező vezető volt, egy stratéga volt, de hozzáteszem, hogy háborús bűnöket különösen a Jászid lakosság ellen követette, emberek, férfiak ezre gyilkoltatta meg, nőket, gyerekeket hurcoltak el, tehát tényleg, hogy a Pentagon mondta, hogy egy remek napra virrattunk, mert Haji Abdullah, ahogy magát nevezte, ez volt a harci neve, már nem sétál ezen a földön, ez volt a Pentagonnak a hivatalos álláspontja. Azt kell tudni róla, hogy miután elvégezte az egyetemet, ő iszlám jogot tanult Irakban, utána belépett a hadseregbe, és tiszti rangra került, és egészen 2003-ig, amikor ugye az Egyesült Államok elfoglalta Irakot, Saddam Husseinnek megdöntötték az uralmát, addig a hadseregben volt, utána egy rövid ideigű bíróként dolgozott, ugye Sária bíróként, ez volt neki tehát az egyetemi végzettsége, de utána ő elkezdett szembe menni az Egyesült Államoknak az új politikájával, meg abzal, ugye, hogy egy új síta kormány alakult, ugye egy szunita emberről beszélünk, ez neki nagyon nem tetszett, csatlakozott az ellenállókhoz, majd később 2004-ben az el Tehát 2004-től 2014-ig az el a tagja volt, és már ott is ugye több támadást szervezett, egy ideig amerikai fogságban is volt, de nem tudtak konkrétan semmit rábizonyítani, és sajnálatos módon elengedték őt. De és utána pedig elindult ugye ez a nagyon véres karrierje, csatlakozott az iszlám államhoz, és ahogy ön is említette, 2019-ben kinevezte magát második kalifának. A 2015-ös migrációs válság után, lehet így fogalmazni, akkor berobbant a terrorizmus Európába, és az európai polgárok is megismerték az iszlám államnak a nevét. Az utóbbi években viszont mint hogyha visszaszorult volna. Ez a koronavírus járvány miatt volt, az amiatt hozott korlátozó intézkedések miatt, a fokozott ellenőrzések miatt, vagy egész egyszerűen abból fakad, amit ön is említett, hogy megosztó személyiség volt ő a terrorszervezeten belül. Értem hogy a beszélgetést ön is kezdte, itt egy franchise-ról beszélünk, tehát itt a, a nigériai Boko Haramtól kezdve a szomáliai El tehát rengeteg csoport van szerte a világon, akik csatlakoztak az iszlám államhoz, de úgy térben messze vannak tőle. Értelemszerűen több komponens is van, tehát ugye a világ inkább a, a koronavírus járványra figyelt. Az ellenőrzések fokozódtak, tehát a határokon is, ugye azért lehet látni, hogy nem csak Magyarországon, hanem azért van Ausztriában, Németországban mindenütt elég komoly felderítés, kikérkeznek az országban, igyekeznek ezeket az embereket tényleg amennyire lehetséges ugye kiszűrni, ha valaki Szíriából, Irakból innen onnan érkezik. Mindemellett egy kicsit beárnyékolt mindent ugye az afganisztáni esemény. Tehát ez is hozzájárul, hogy nem fókuszáltunk annyira az iszlám államra, és az iszlám állam kezd újra szerveződni. Nagyon érdekes módon például a kurdok által lakta Észak-Irakban, tehát ott már volt több támadás, több robbantás, tehát igyekeztek kihasználni azt, hogy ez egy békés közeg volt, talán a hatóságok sem figyeltek annyira arra a régióra, sem pedig a külföldi titkos szolgálatok, mint mondjuk a CIA, a BND vagy hasonlók, és igyekeztek ott ugye kialakítani egy szárnyat, és most viszont a kurdok már elkezdték ezt felszámolni, tehát Elismerték ezt a veszét, de értelemszerűen bárhol kisebb csoportok aggálhatnak, és azért lehet tapasztalni, hogy Damaszkuszban autóbomba robban, Irakban történnek merényletek, például sítamecsetek ellen, és ez ugye mind a számlájukra írható. Európában azért a szolgálatok is nagyon odafigyelnek, és hogyha az ember úgy átnézi azért a híreket, hogy csak Németországban vagy Franciaországban az elmúlt években hány tucat támadás sikerült meggátolni, akár Németországban múlt héten is egy 17 éves fiút vettek őrizetbe. Szíriából jött, aki az iszlám állam nevében akart robbantásos merényletet végrehajtani. Tehát ez igazából a hatóságok sikerének is köszönhető. Annak van szerepe, hogy Afganisztánban a tálibok rekordgyorsasággal vették vissza a hatalmat, hiszen annak idején az amerikai offenzíva nem csak az alkaida ellen, hanem azok ellen is, akik bújtatták így a tálibok ellen is megindult, akik most azt hangoztatják, hogy békét akarnak, ugyanakkor humanitárius válság fenyeget, szóval ennek geopolitikai jelentősége van akár a terrorizmus tekintet. Tényben. Értelemszerűen, tehát a tálibok azok az iszlám állam ellenségei, viszont ugye az el mindig is bújtatták, ugye Osama Bin Laden e, és, és, társai ott rejtőztek ugye a tóra borai barlangrendszerekben, tehát éveken keresztül mindent megtettek az el -kájdáért. a tálibok, most ők hivatalosan elhatárolódtak a terrorizmustól, megígérték, hogy nem fognak senkit támogatni. Ugye most egy ilyen kicsit kivárásos alapon kapnak egy kis pénzt, hogy ne legyen még nagyobb a humanitárius válság, hiszen már közel egy millió menekültek csak a szomszédos irányban. Ba, ugye? De ugyanúgy mentek Üzbegisztánba és más szomszédos államokba, Pakisztánba is van egy kisebb szám már menekültekből. A tél az rendkívül hideg tud lenni, tehát a hegyekben akár két-három méter hó is esett, ugye elvág településeket, és ezokat az embereket per pillanat az éghalál fenyegeti, meg nem jutnak orvosi ellátáshoz, tehát vannak komoly gondok. Nyilvánvalóan, tehát az ottani események is egy kicsit, ahogy említettem, beárnyékolták azt, hogy odafigyeljünk az iszlám államra. Ez az iszlám államnak értelmszerűen fáj. Tehát ők igyekeznek mindig így, így kint lenni az online térben, felfigyeljenek rá, menjenek a hírek, ha nem tudom, CNN-en, Fox News-on, emeljenek itt-ott. Ez nem nagyon történik meg, és nyilvánvalóan, hogy készülnek majd valamire, hogy újra híveket is tudjanak toborozni, és újra pénzhez jussanak, mert csak akkor lesznek szponzorok, például a gazdag öbölbeli államokból olyan gazdag emberek, akik szimpatizálnak velük, hogyha ők agálnak, hogyha terrortámadásokat hajtanak végre, mondjuk amerikaiak ellen, keresztények ellen, zsidók ellen. Úgyhogy nyilvánvalóan, nem nem az a kérdés, hogy lesz-e még terrortámadás, hanem hogy mikor, és ugye ez attól függ, hogy kit küldenek mondjuk ide Európába egy olyan embert, aki tényleg még tabula ráza, tehát semmilyen rendőrségi vagy titkosszolgálati adat nincs róla, de már beszervezték, alvóként megpróbál itt esetleg még híveket toborozni, és utána lecsapnak, tehát sajnos a terrorizmus így működik. Georg Spöttle, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lettem.